Arra törekedtünk, hogy szigorú gazdálkodás mellett költségtakarékosan és lehetőleg hatékonyan működjünk egy vészhelyzet nehezítette időben. Az 1,9 milliárdos főösszegű költségvetés zárásaként megközelítően 250 millió forintos tartalékkal fordulunk. Értékelte a számokat Bátaszék polgármestere. Azt gondolom, hogy minden olyan feladatot, amelyet kötelező módon el kellett látni, azt változatlan színvonalon tudtuk ellátni, és természetesen a járványügyi helyzet figyelembevételével mindazokat az egyéb városüzemeltetési és városfejlesztési feladatainkat is meg tudtuk valósítani, amelyet 2020-ra magunk elé tűztünk. Ugyanez volt a jellemző, hogy említettem, a közös önkormányzati hivatal költségvetésére. Itt is pénzmaradvánnyal tudtuk zárni az esztendőt, és a két társulásunk tekintetében is ez volt a jellemző, hogy feladatellátás mellett takarékos gazdálkodásra pénzmaradvánnyal tudtuk zárni az esztendőt. Ez azért megalapozta a 2021-es költségvetéseknek az előkészítését is. Ennek ellenére az idei esztendő költségvetése visszafogottabb az előzőeknél, ami nem jelenti azt, hogy nem készülnek el beruházások, vagy elmaradnak fontos, a város működését szolgáló fejlesztések, tette hozzá Bozsolik Róbert. Ilyen például a parkolók számának növelésének kérdése is. Költségvetési szempontból második fél évre várhatóak adott esetben támogatás kiegészítések. Addig alapvetően a működés biztosítása volt a cél. Ettől függetlenül több olyan kisebb beruházás megindításáról döntés született, ami azt gondolom, hogy a városunk élete szempontjából azért fontos lehet. Így megkezdjük a Szabadság utca 3 szám alatti helyen a parkolónak a kiépítését. Ez mintegy 1,8 millió forintot fogunk biztosítani. Annak érdekében, hogy egyelőre egy csökkentett műszaki tartalommal, de funkcionálisan alkalmassá tegyük ezt a területet arra, hogy itt a Városháza mellett a parkolás az már egy kicsit jobb állapotban lehessen megélni. Szintén parkolót fogunk kialakítani a Bezeredi utcában, a társasház szomszédságában, hiszen a fő utcán elveszünk az elkövetkezendő hetekben két leállóhelyet, kettőt visszaadunk a Bezeredi utcában, hogy ilyen értelemben a parkolást tudjuk folyamatosan biztosítani. Sőt, itt abban is elvi döntés született, hogy ennek a kis területnek a korszerűsítését is elkezdjük még ebben az esztendőben, ami a jelenlegi parkolónak a mélyítését és a jelenlegi járdának egy új nyomvonalon történő kiépítését fogja majd jelenteni. A tavasz a tél kárainak kijavítását is hozza, ennek megfelelően elkezdődnek azok a kátyúzási munkák, melyek elengedhetetlenek a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében. Több utcában mintegy 65 négyzetméternyi aszfalt felületet fogunk javítani elszórva. Ezek a néhány centiméterestől a fél négyzetméteres területig terjednek ki. Erre mintegy 1,2 millió forintot fogunk elkölteni az elkövetkezendő hetekben. Bízom benne, hogy május hónapban ez meg is fog történni. És egy kicsit hosszabb távú elképzelésünk is kezd ki rajzolódni, hiszen Alsónyékkel és Bátával szeretnénk egy olyan együttműködési megállapodást aláírni, amelyben együtt szeretnénk működni annak érdekében, hogy Alsónyéket Bátaszéken keresztül Bátával össze tudjuk kötni egy kerékpáros útvonallal, ami a régi vasúti töltésen kerülne majd megépítésre. Terveink, elképzeléseink már vannak ezzel kapcsolatban, várjuk, hogy megjelenjenek az Európai Uniós források felhasználására vonatkozó pályázati kiírás, és élni fogunk ezzel a lehetőséggel. A megépítendő kerékpárút pedig része lesz egy további fejlesztési csomagnak, mely egyrészt Pöttbőt is bekapcsolva a kerékpáros turizmusnak adhat lendületet a térségben. Korábban már szó esett Orbán Attilának, a megyei közgyűlés alelnökének látogatása során egy további Pécsvárat Pécs felé vezető kerékpárút kiépítéséről is. Bozsolik Róbert véleménye szerint ez az elképzelés is a megvalósulás felé halad.